Új edzővel kezdte meg a munkát a női kézilabda csapat. Az elnökség a tréningek irányítására egy kiváló, neves szakembert szerződtetett, nem bízva a véletlenre a szakmai irányítást. Szászfalvi Bence elnök úr keresett meg, hogy az a fajta tapasztalat, amit összeszedtem, az itteni elképzelésekhez, tehát hogy egy minőség irányba mozduljon a kézilabdához, segítséget adhat, nem csak a felnőtt vertikumban, hanem az utánpótlásban is, és beszélgettünk, utána fölvázolta a rövid és hosszú távú célokat, és úgy láttam, hogy egy nagyon érdekes kihívás számomra. Tehát női kézilabdában azért 4 évet dolgoztam, de mindig lehet valami újat kihozni belőle, egy valamilyen szinten alkotni, tehát összerakni egy csapatot, játékosokat fejleszteni olyan irányban, ahogy kell, és ez a kettőség, az ottani célok, elképzelések, az én ambícióim, inspirációim, azok itt találkoztak, és úgy gondoltam, hogy akkor belevágunk. Számomra mindig szimpatikus volt az a kézilabda élet, vagy az a törekvés, ami itt jellemezte az itt lévő vezetőket, embereket, akár a Bencének az édesapjára gondolok, Szászfalvi Lászlóra, akár a Varga Jánosra a férfi klubnál, és azért én sokszor voltam itt, akár díjátadóként férfi-női csapatoknál, még amikor MB2-ben voltak, és a csarnoknak a jótékonysági báján is, meg az avatásán, tehát hogy én szeretem azt a közeget, ahol mernek nagyban gondolkodni, és azt végre is hajtják. Tehát nem csak úgy, hogy rövid életű a dolog, hisz én ugyanekkora nagyságú településen vagyok, csak délkeleten, és mindig büszke voltam arra, hogy amikor gyerekekkel foglalkoztam, hogy valamilyen szinten a kézilabda térképen ott vagyunk. Természetesen Csurgó is ott volt, még Soltony László tanár úr vezetésével, ugye játszottunk is úttörő olimpiákon. Azt gondolom, hogy ez számomra egy vonzó kihívást jelentett, és úgy gondoltam, hogy akkor belevágunk. A koronavírusos tavaszi időszak, a bajnokság korai lezárása, illetve jövőbeli bizonytalanság nem tette könnyűvé, hogy a klub játékosokat tudjon igazolni céljai eléréséhez. Még abban a stádiumban vagyunk, hogy azért még bővíteni szeretnénk a keretet, hisz 12-en edzünk most itt, ahogy látod. Egy lány az még ugye maródi, és hát tervezzük, hogy azért egy kicsit bővíteni kell. A célunk azért afelé, hogy a minőségi kézilabda felé induljunk el, de a végső célkitűzést, a konkrétan dolgot gondolom, amikor megcsináljuk a csapatépítő tréninget augusztus végén, amikor elkezdődik, látjuk már, hogy milyen a játékosoknak az ereje, minősége, milyen szinten sikerült, úgy lehet belőni. Hát nyilvánvaló, hogy azt szeretnénk, hogy az élbolyba lenni, tehát ez azt jelenteni, és hát ebben azt gondolom, hogy a lányokkal elindultunk egy olyan munkába, ami e felé visz, nyilván ez sok minden kell, hisz az a sérülés, különböző problémák, különösen női csapatnál vele játszanak, de azt remélem, hogy sikerül a felkészülést elvégezünk, és bővíteni úgy a keretet, hogy ahhoz a célhoz, a stratégiai célhoz, hogy élmezőny, az legyen. A konkrét pedig az úgy gondolom, hogy ott augusztus végén már látjuk az edzőmeccsek tükrében, és hát a felkészülés elvégzett munkájának a tükrében. Skalicki László kemény, alapos felkészülést tervezett, több edzőmérkőzéssel, nívós csapatokat is meghívva. Ebben is elég nehéz a dolog, hisz amit ugye terveztünk a nemzetközi tornánk, ahol egy Hipobank elvállalta, egy Duslósán elvállalta az itt létet, de ugye most azért ez bizonytalan, sőt elképzelhető, hogy nem is lesz is külföldi csapatokat, nem engednek meg, ráadásul nézőket se engednek igazán be, ami egy külön érdekesség ebből a szempontból. A többi csapattal, pedig a hazai csapatokkal tervezünk, felvettük a kapcsolatokat, hogy az a program kialakuljon. Ugye nekünk azért mindenkitől távol vagyunk. Erre az edzőmeccsekre jó lehetőség még a Liga Kupa, tehát azt is be lehet építeni, hogy azt most kisorsolták, plusz hát azért kiküldtük az ajánlatokat, valamint én nagyon szerettem, mikor női csapatokkal dolgoztam, a fiús erdülőken lejátszani. Tehát ott nagyon jól le lehet modellezni azokat a játékhelyzeteket, azokat szimulálni a szituációkat, amelyek fejleszthetők, amelyek később kellenek, és hát ugye a mérkőzés tapasztalatot ugyanúgy hozza. Tehát még ez is képlékeny, hát remélem, hogy azért minél hamarabb
hamarabb összeáll egyrészt a hazai kupa, valamint hát az összes egy 7-6-7 edzőmeccset plusz a serdülőkkel való mérkőzéseket tervezem, és annak a mentén indulunk a bajnokságba. Hozzátartozik, hogy a Magyar Kupában ugye Budaörsöt az egyik favoritot kaptuk a bajnokság előtt szeptember 6-án egy héttel, úgyhogy az is egy jó, hogy mondjam, mérleg lesz, hogy hol tartunk, megméretődünk, hogy most mi az, ami igazán lesz. Azért ne felejtsük el, hogy egy hosszú dologba azért a fejlődést is bele kell tenni, tehát nagyon fontos, hogy a bajnokság sorrendjéhez, hogy az elején egy jó indulás, ami önbizalmat ad. Itt látom a lányoknál, hogy ebben azért van hiány. Azt kell egy kicsit felszabad hinni az elvégzett munkában, meg hinni egymásban, és ami nagyon fontos, hogy saját maga tisztelete is, és a másiknak a tisztelete, amivel lehet ebből az önbecsülésből, lehet azt gondolom tovább lépni, és akkor talán azt gondolom, hogy meg tudják játszani azt, amit gyakoroltak, mert az a lényeg, többet nem kell, csak azt, amit gyakorlunk. Az elnökség hosszabb távon komolyabb célokat tűzött ki a csapat és a vezetőedző felé. Ennek megvalósítása azonban elég összetett, több tényező függvénye. Sok mindennek kell összeállnia. Az a attitűd, ami fontos az edző részéről, meg nyilván a vezetőség részéről, az empátia és a tűrőképesség. Tehát valóban az, hogy a segíteni és abban az irányban, hogy minél ezek a fiatal játékosok hogy teljesednek ki, meg hát akiket hozunk, azok mennyire tudják beváltani azt, hogy amiért jöttek, tehát mi az, amivel hozzá tudnak tenni a csapathoz. És hát ami még fontos, hogy az építkezésben, tehát a stratégiai célok mentén, hogy vonzó legyen ez a kicsit távoli város, tehát azért mindentől, főleg Budapesttől, mert azért látjuk, hogy a női csapatoknál azért centralizálódik ez a történet, mert nyilván ott Budapesten azért mások a lehetőségek, fiatal hölgyekről van szó, tehát azért az nyilvánvaló, hogy az is szempont, de azért kell vonzóvá tenni minden téren, arculatban, munkában, hogy aki ide jön, az a lépcsőfokot, ami kell a saját pályafutásom, ezt meg tudja lépni, és hát ehhez kellenek természetesen sikerek. Sikerek nélkül nincs, ugye én mindig szoktam mondani, hogy kell az a koefficiens és az egyéni képességed, az, amivel rendelkezel, az a kiteljesített dolog, meg kellenek ötletek és értékes ötletek mind a játékos mindenki részéről, és itt azért úgy látom, hogy a vezetőségnek is komoly ötleteknek kell lenni ahhoz, hogy élni tudjon ez a dolog, és hát valóban nekem is, hogy olyan ötletekbe kell gondolkodni, ami a kettő együtt hozza a sikert, mert tudjuk, hogy azért a teljesítmény az korlátos, a siker korlátlan, és mindig a hálózatok szabják meg, hogy mi az, amit ebből képviselünk. Én remélem, hogy tudunk sikeresek lenni, tudunk eredményesek lenni, de ez sok minden kell, ugye végig kell menni az úton, és hát egy a lényeg, hogy jó útra találjunk. Én mindig azt szoktam mondani, hogy most ez a női kézilabda kapcsán, hogy két út van vezetve, egyiken, ahol nagyon sok nyom van, egy másikon moha, és ugye ott egy nyom van keresztbe, és az engem nagyon vonz, és nagyon. Tehát az fontos, hogy akkor azon megnézni, hogy mi van, most ezt valahogy így tekintem, és remélem, hogy ott azért, ha nem is az Antarktisz van, de valami értékes és érdekes. A bajnoki küzdelmeket szeptember 13-án vasárnap kezdi meg a női csapat. Az első körben az NB1-es Szombathely U20-as csapatához látogat majd. Ha csak nem szól közbe egy újabb rendkívüli helyzet.